Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Vége lett a Peszáknak. Az Ómer számlalással úton vagyunk a Sávuot, a Toraadás ünnepe felé. Ahogy ismerünk a Kabbalából, hogy az Ómer számlalás az összeköti a szabadság ünnepét a Tóraadás ünnepével, és a kettő közötti napok, azok 49 nap, az a felkészülésnek az ideje. Most pedig folytatjuk, mi menjünk vissza a Zoárhoz, ahol tartottunk, ez pedig az első kötet, Lamed Hey Amud Bet 35 per B oldala. Egy részét ebből már tanultunk, de hát érdemes ismételni, és talán jobban megérteni. Folytatjuk itt, egy másodperc elnézést. Elnézés. Ott tartunk, ahogy írva van Brésit könyvében, harmadik fejezet 1. Van nachash haya arom mikol hayat haszade, a kígyó pedig rovaszabb volt a mező minden vadjánál. A kígyó volt az, ami rábeszélte először a Hávát, az Évát, ott egyen a tiltott fából, azt pedig rábeszélte Ádámot, és így mindketten megszegtek az örökkévaló parancsolatot. Erre azt mondja Rabbi Yitzchak, mit jelent, mikor azt mondja kígyót, most tényleg valódi kígyóról van szó? Akkor Rabbi Yitzchak azt mondja, ez csak képletesen van írva, a nahás, a kígyóit azt jelenti a rossz ösztön. És a rossz ösztön az, ami mindig viszi az embert bűnbe. De Júda pedig azt mondja, hogy itt, ahol írva van a kígyó, mert azt jelenti, hogy valódi kígyó odaállt az Évához, és próbálta rábeszélni a vétekre. Ez volt a vita Rabbi Yitzchak és Rabbi Júda között. Eljöttek ezzel a vitával a mesterükhöz, Rabbi Simonhoz, és elmondtak nekik, hogy milyen vitájuk van. Erre azt mondta Rabbi Simon, mindkettőnek igaza van, ami azt jelenti, rossz ösztön és valódi kígyó. Mert a smol, a malach smol az a rossz angyal. Általában nem is szoktunk kimondani ezt a szót, hanem általában azt szoktunk mondani samach mem. A folytatásában én sem fogom még egyszer kimondani, állandóan fogom használni ezt a rövidítést, hát az első két betű a nevéből szoktak mondani. A Samach Mem, ez a rossz angyal, ő megjelent ebben a világban a beöltözött a fizikai kígyóban, ami azt jelenti, hogy kígyó is volt, és rossz ösztön, rossz angyal is volt, mert minden dolog, ami van a világban, minden dolog, ami van ebben a fizikai világban, az egy spirituális szintből ered. Ez annak a forrása. És mi a kígyónak a és a kígyó esetében a kígyó az a sátánból
ból származik. Ez így, mind a kettőnek igaza van. Nem egy sima kígyó rábeszélt Évát és Ádámot a bűnre, és nem csak egy rossz ösztön, de rossz ösztön a szamach mem, ahogy beöltözött a kígyóban, így jelent meg az Évához, és sikerült őt rábeszélni a vétekre. Ez kapcsán mondja a Zohar. Azt tanultunk, és erre hivatkozik akár egy midrásra is. Elmondom a midrásnak az elejét, ez a midrás Pirkei de Rabbi Eliezer. Azt mondja a midrás, mit csinált a Samach Mem? Összeszedte az egész csapatját, és lement, és keresett, körülnézett a világ teremtményei közül, ki az, akinek a segítségét kérheti arra, hogy Ádámot és Évát hozzon bűnbe. És nem talált egy ravaszabb teremtmény, mint a kígyó, és ezért azt vette igénybe. Ezt mondja a Midrás. Folytatjuk, amit a Zohar mond. A Zohar azt mondja, abban az időben, amikor a Samach Mem akart bűnbe csábítani Ádámot és Évát, akkor lejött a Samach Mem az égből, beöltözött a kígyóban. Azt jelenti, a spirituális erejét betette a fizikai kígyóban. Érdekes dolog, mondja itt a Zohar, a teremtmények, amit vannak a világban, ők mind ráismertek, hogy itt a kígyót megszállta a Samach Memet, és mindenki menekült tőle, és érdekes módon a Zohar nem fejti ki, hogy mindenki menekült, csak nem Ádám és Éva. Ő valószínűleg a teremtmények, azt jelenti az állatok is minden, nekik nincs szabad akaratuk, és ezért ők képesek látni a helyzetet, ahogy van. Ádám és Éva az embernek meg lett adva a szabad akarat, ezért ők nem látják, ők csak kígyót látták, és nem láttak, hogy a Samach Mem ott van. Eljött a kígyó, a kígyó segítségével eljött a Samach Mem az Évához, és kezdett vele beszélgetni, és így, hogy tudjan őt csábítani a bűnbe. És a történet vége az lett, hogy ő a Samach Mem ezzel okozott halált az egész világnak. Most, még azt mondjuk az egész világnak, azt jelenti, hogy elsősorban ugye az embernek, ahogy látjuk később, az örökről azt mondja Ádámnak, mivel vétkeztel, akkor ezért meg kell halni, és innentől kezdve az emberek fölött ki lett mondva a halál, de abban az esetben, abban a pillanatban, abban az emberek ki van mondva a halál, és az ember az a világnak a célja, az egész teremtésnek a célja az ember miatt van, innentől kezdve már az állatoknak is ki van mondva, ők nekik is meg kell halniuk. Érdekes, mondja itt a Zohárnak az egyik leghíresebb kommentátorja, Rabbi Moshe Kardibáró, és általában ilyen rövidítéssel, mozaik szóban szoktuk őt említeni, a Ramák. A Ramák azt mondja, nagyon ritkán, vagy egyáltalán a Samach nem csinálja ezt. Általában a Samach Mem csak, mint egy rossz ösztön próbálja csábítani az embert bűnbe. De ebben az esetben, Ádám és Éva esetében biztos, hogy ő nagyon rovasz, nagyon okos volt, mert úgy tűnik, hogy Ádám és Éva tudott ellenállni a saját rossz ösztönüknek, de nem volt képes ellenállni egy külső erő, ami próbálja őket bűnbe csábítani.
úgy tűnik, hogy egy külső erő az erősebb, mint az embernek a saját rossz ösztöne. És ezáltal hozott a Szamach Mem sok áttak a világra, és a korai, vagy az első fát sebet okozott az első fának, az első fá, az pedig Ádám, akit maga az örökkévaló teremtett, sebet okozott neki, és ez a seb, ez nagyon hasznos volt a Szamach Mem, a sátán számára. Ahogy a Zohar mondja itt tovább, hogy lényegében szinti, lényegében ezzel, hogy sikerült Ádámat és Évát bűnbe ejteni, ezáltal talált egy réset, egy gyenge pontot a rendszerben, és ezt a gyenge pontot abban a percben áttörte. Ugye mi beszéltünk erről már sokszor, hogy a sátánnak, a Szamach Memnek mindenképpen szent isteni erőhez kell jutni, isteni éltető erőhez, mert másképpen nem létezne. Minden rossz dolog, minden, amit a sátán oldalhoz tartozik, csak úgy létezik, hogy kap éltető erőt az Istentől, másképpen nem lenne. És akkor mindig kellett legyen egy gyenge pont, egy kis törés a rendszerben, a szentségben, és onnan, mint azt mondanak, olyan, mint egy kis csőtörés, ahonnan elfolyik a víz oldalra. Például ez nem ide tartozik, csak a lényeg, de elmondom. Egyszer olvastam, hogy a nagy városokban valami hihetetlen sok víz folyik el azért, mert a csövek, az egész csőrendszer már öreg, na, régi, és ezért vannak benne minden rések és törések, és rengeteg ivóvíz, tiszta ivóvíz folyik el. Izraelben, mivel ott nagyon nagy hiány van a vízre, ezzel nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztak, nagyon-nagyon sok pénzt fektettek be, azért, hogy a csőrendszer tökéletes legyen, és ne folyjon el a tiszta víz, ami azt jelenti, nem csak akkor javítanak a csöveken, amik a csőtörés van, hogy ha van a csőtörés, akkor már kijavítanak egy nagy részt is minden, mind azért, hogy a víz ne folyjon el. Ez csak egy zárójelben mondta, mindenképpen ha rendszerben van egy törés, egy kis rés, akkor elfolyik a tiszta víz. Most átvitt értelemben, most az jutott eszembe, hogy ahogy mondtunk előbb, minden dolog, ami van a világban, van neki forrása a fenti világban, akkor ugyanúgy, hogy látjuk itt ebben a világban van egy csőrendszer, ahol a tiszta víz folyik, és annan elfolyik, amikor van egy rés, a spirituális világokból származik ez, mert ott is ugyanez van. A sátán, a Szamach Memnek mindig kell találni egy kis törést, egy kis rés a rendszerben, és onnan kapja ő az ő, ott elfolyik az isteni erőből, és ez eljut hozzá. Ebben az esetben, amikor sikerült Ádámot és Évát bűnbe ejteni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy siker. Ez egy óriási nagy siker, mert Ádám és Éva az első két ember, akit az Isten teremtett, Ádám teljesen teremtve lett a semmiből, és ott sikerült, és ez sikerült bűnbe ejteni, ez egy óriási-óriási siker neki, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon komoly rés csorba. És innen ez volt a forrása a Szamach Memnek, hogy jusson el hozzá az isteni éltető erőből. És ez volt az ellátás annak a forrása. Addig
ameddig nem lett egy másik szent fa. Ugye érdekes, hogy Ábám is fának nevezi, és aztán most Jákobot is fának nevezi. A fa az átvitt értelemben természetesen a fa az valaminek a forrása, a fából jön sok gyümölcs és minden. A fa árnyékat ad egy nagy területnek, és akkor az első fa, ahol sikerült a törést okozni, az pedig Ádám volt, aztán jött lett egy másik szent fa, az pedig a Jákob, és a kommentátorok azt mondják, hogy Ádámnak a szintje az a gvúra, a szigor, Jákobnak a szintje az a következő szféra, az pedig a tiferet, a szépség. És jött Jákob, aki szintén egy szent fa, és ő pedig elvette az áldásokat, az áldásokat, hogy ne jusson áldás fent a Szamach Memnek, és lent az Ézsónak. Ami azt jelenti, maga az a tény, hogy Izsáknak az áldásai eljutottak volna az Ézsóhoz, az lényegében szimbolizálja azt a helyzetet, ahogy a Szamach Memnek sikerül okozni, hogy az isteni éltető erő folyjon el ő hozzá. Annyira, hogy már sikerült átirányítani a Izsáknak az áldásai, hogy jusson el Ézsóhoz, Ézsóhoz pedig a fizikai része a dolognak itt ebben a világban, és ez szimbolizálja, ez pedig az ő forrás, az pedig a Szamach Mem, a sátán fent. Jákob, mikor látta ezt a helyzetet, azt mondta, hogy jó, elég volt. Elég volt, le kell állítani azt lényegében, meg kell javítani itt a rendszer, hogy ne jusson el a Szamach Memnek, ne jusson el a sátánnak az erő, és ezért minden megtett, hogy visszavette magához az áldások. Miért pont a Jákob, miért nem az Ábrám? Mert ahogy olvasunk, van egy olyan hagyomány, ez a Talmudban is írva van, a Bavla Mecia traktátusban, hogy Jákobnak a szépsége, azt ő megkapta Ádámtól. Ami azt jelenti, van egy különleges kapcsolat Ádám és Jákob között, ezért az, amit Jákob elrontott, és innentől kezdve elfolyt az isteni éltető erő a Szamach Memhez, ezt jött Jákob ezt javítani, és ugyanúgy, hogy a Szamach Memnek sikerült, azt mondja, nem ugyanúgy, ahogy az elején a Szamach Memnek sikerült, hogy hogy ne jusson el az áldás Ádámhoz, hanem áldás helyett még átkat is kapott, és büntetés, akkor most fordítva ment a Jákob, és azt mondta, a Jákob, aki hasonlít az Ádámhoz, és ő most vissza fogja irányítani az áldást a Szamach Memtől vissza a szentséghez, a Jákobhoz. Ami azt jelenti, hogy az áldás majdnem eljutott az Ézsóhoz, ez szimbolizálja a helyzetet, és ezt, ami meg kezdődött a tiltott fa evésékor, és most pedig Jákob visszavezette, visszahozta magához az áldásokat fent az égben, a szentségben, és ugyanígy lent itt a földön, hogy nem Ézsó kapta meg, hanem Jákob. Mert valójában mindent, amit Jákob elvett, az a sajátja vette el. Ő nem vett el valami, amit valójában járt Ézsónak, mert ez nem is járt, hogy látjuk később,
hogy ez egy félreértés volt, mert az Izsák nem tudta, hogy Ézsó már nem az első született, eladta, elcserélte az első születtségnek a jogát a Jákobon, ami azt jelenti, ez egy félreértés volt, ez mind a számára, hanem a sátánnak a munkája volt, hogy Izsák azt higgyen, hogy az áldást oda kell hozni, oda kell adni. Erre jött a Jákob, és ezt megjavította, helyreállította a helyzet, az áldásokat visszairányította, mert ez a sajátja, ez valójában őneki, ez járt neki a szentségnek, és nem a tisztátalan erőhez, az Ézsóhoz, illetve az égben a Számachmemnek. De a Számachmem nem fogadta el ilyen könnyen ezt a helyzetet. Ő nem engedte, hogy húha, ez a Jákob olyan sok kárt okozott neki. Végre megjavította azt a törést, amit Ádámtól. Ugye Ádám és Noé között az 10 nemzedék, Noé és Ábrám között az további 10 nemzedék, Jákob az 22 nemzedék. Az 22 nemzedékről beszélünk itt, és akkor 22 nemzedék után jön a Jákob, és megjavítja a helyzetet, akkor a Számach nem, a sátán ezt nem fogad el ilyen könnyen, ezért olvasunk az, hogy jött az angyal, hol van az, vijai avék is imai, az Bréisit 32.25, olvasunk, hogy Jákob egyedül maradt, és tusakodott vele egy angyal hajnal hasadtáig. Ez lényegében a sátán volt, Ézsónak az angyala volt, mert nem akarta engedni, hogy Jákob itt rakjon helyre a helyzetet, és akart újra egy törést okozni, legalább Jákobon keresztül, hogy megint folyan át hozza az isteni éltető erő. De Jákob nem engedte magát, és ez ennek a törésnek a vége lett, a törés, ami kezdődött Ádámmal, az helyreállt Jákob visszairányította hozzá az áldásokat. Mondja a Zoár tovább, ez egy kicsit összefoglaló, és akkor írva van, hogy a kígyó az ravasz volt, itt a Jétszere rá, a rossz ösztönről van szó, a Malacha Mavet, a halál angyaláról van szó, mert ez mind kapcsolódik a Számachmemhez. Mert a Számachmemnek van több oldala, a rossz ösztöne, a vádló és a halál angyala. És amikor ez a kígyó, aki a egy további oldala az a halál angyala, mikor okozott halált az Ádámnak, ezzel okozott halált az egész világnak, nem csak az embereknek. Erre mondja a Zoár tovább, hogy ami írva van 6/13, szintén a Brésidban, van egy olyan kifejezés az özönvíz kapcsán, vagy Jomerőle Kimle Noach, és szólt Isten Noéhoz, minden élő testnek elérkezett a vége előttem. Két kolbaszár bálefanáj. A minden élő testnek eljött hozzám előttem. Most ugye az egyszerű jelentése ennek, hogy nem egy bizonyos lényről van szó, hanem eljött az a pillanat, amikor az emberiségnek a nagyobb része meg kell halnia, nem csak az emberiségnek, az állatoknak, és minden,
az özönvíz kapcsán, ugye, mert az emberek vétkeztek. Erre azt mondja a Zohar, hogy ez talán egy kicsit szó szerint is lehet magyarázni. Két kolbaszár, minden teremtménynek a vége, az a szamach mem, a halál angyala, mert ő az, aki okozza minden embernek a vége, ami azt jelenti, hogy azt mondja, a halál angyala jött előttem, mert is neki kiadtam ezt a munkát, akkor azt mondja a Zohar, egy további név a halál angyalának, az két kolbaszár, minden embernek a vége. Folytatjuk tovább, Lamed Vava Mutbet, 36 per B angyala, per B oldala. Miután megtörtént a nagy vétek, hogy Ádám és Éva így vagy fordított sorrendben, először Éva, aztán az Ádám ettek a tiltott fából, akkor hárman jöttek az Isten elé ítéletért. Ádám, Éva és a kígyó. És mindenki fölött illet mondva az ítélet, mindenki megkapta a saját büntetése, ahogy olvasunk ez a Tórában. A föld nincs írva, hogy a föld is eljött az Istenhez ítéletért, de ő is megkapta a büntetését, az átkát. Ez nagyon érdekes, ez a hangsúly, hogy az Isten ítélkezett három fölött, mert gondolom, hogy nézzük meg. Nézzük meg a Bréshit könyvében a harmadik fejezetet. Hogy az öröggel azt kérdezi, hogy mi történt. Éva azt mondja, Ádám azt mondja, hogy Éva adott nekem a tiltott fából. Erre azt kérdezi az Isten az Évától, hogy most mi van. Erre azt mondja a 14. versben, hogy a kígyó adott nekem belőle. Erre az van írva, hogy az öröggel azt mondja a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden barom között. Ami azt jelenti, az örökvaló szól a kígyónak, a kígyó idézőjelben jelen volt, és megkapta a büntetését. Aztán Elhai Isá már a 16-as, és az asszony az így szólott, ő is megkapta a saját büntetését, 17-es vers, és az ember ez pedig így szólt. Most sehol nincs írva, hogy az örökkévaló szólt a földhez, hanem szólt a földről, nem a földhez szólt. Ami azt jelenti, a Zohar nem magyarázza el, de mindenképpen a Zohar észreveszi a különbséget. A kígyóhoz szólt az örökkévaló, elmondta a büntetését, a Évához, az asszonyhoz szólt az örökkévaló, Ádámhoz szólt az örökkévaló, és a földről azt mondta az örökkévaló. Sőt, ez itt be van építve, Ádám büntetésében benne van, hogy sokat kell dolgozni, mert sok lesz a tövés és a bagáncs, stb. Stb. De ez a földről. Nincs ide írva, hogy milyennek a jelentősége, hogy miért nem a földhez szólt az örökkévaló. Mindenképpen hárman jöttek, és az örökkévaló ítélkezett fölöttük. A negyedik az a föld, megkapta a büntetésed, így a föld nem volt része, nem volt jelen. Zohar nem magyaráz el, milyennek a jelentése. De mondja a Zohar tovább, egy dolog mindenképpen, hogy a nagy vétekkel
azt jelenti, a kígyónak köszönhetően lett egy tisztatalanság, egy tuma, egy tisztatalanság a világban. És ezért a világ nem működött jól. Nem működött jól azért, mert volt ez a tisztatalansága, a kígyónak a tisztatalansága. Meddig tartott ez? Addig, ameddig Izrael fia nem álltak Színei hegyhez, és az örökkévaló lejött, és elmondta a 10 parancsolatot, akkor helyreállt a helyzet, hogy az a nagy tisztatalanság, ami lett a világban a kígyónak köszönhetően, az annak vége lett, amikor az a nagy szentség lett a világban, az örökkévaló megjelent, és elmondta a 10 parancsolatot. Mondja a Zohár tovább. Mit olvasunk azután, hogy vétkezett? Erre az van írva a 21-es versben. Jászá semmel kimlá dámol is no, kapnot or, vagy elbísén. És csináld az örökkévaló Isten az embernek és feleségének állatbőr köntösöket, és felöltöztette őket. Mi ennek a jelentősége? Ugye a Zohar, ma megszoktunk az, hogy a Zohar olvassa a szöveget, és elmondja nekünk, mi áll a szöveg mögött. Eddig annyit tudunk, hogy mesztelenek voltak, és először fügefa leveleket használtak ilyen a lefedésükre, aztán az örökkel készített nekik bőrköntös. Mi áll a dolog mögött? Erre azt mondja a Zohar. Miután ők ettek a tiltott fából, akkor elszállt róluk a nagy isteni fény. És ezt jelenti az, hogy hirtelen mesztelenek voltak. Ugye már a kommentátorok foglalkoznak azzal, mit jelent az, hogy a vétek, miután vétkeztek, látták, hogy mesztelenek ők. Eddig nem voltak mesztelenek, és akkor mindenféle magyarázatok vannak, hogy addig, mielőtt vétkeztek, akkor a mesztelenség az nem volt, szóval a nemi szervek, azok mind egy természetes dolog volt, de mitől vétkeztek, akkor már teljesen másképpen fogtak fel az egészet, és hirtelen mesztelen volt egy hiány, a mesztelenség, és ezért kellett a fügefát, illetve a bőrköntös. Azt mondja a Zohar, itt sokkal több ennél volt. Az örökkévaló megteremtette Ádámot és Évát, akkor egy hihetetlen isteni fény volt rajtuk. De ez a fény elszállt, miután vétkeztek. És ezt jelenti az, hogy mesztelenek lettek, azt jelenti az, ami körülvette őket, az már nem volt. Erre az örökkévaló most megsajnálta őket, és készített nekik olyan ruhát, ami az emberi bőre, a fizikai bőre élvezi, és ezt jelenti a katnot or, ami úgy van írva, ayen vavres, or, az bőrköntös. Bőrköntös, ez nagyon finom, az ember élvezi, melegíti, és nagyon, nagyon kellemes ruha. Igen ám, mondja a Zohar, mert korábban volt nekik katnot or, alefad, és most pedig lett ez ayena. Most itt egy nagyon érdekes dolog. Az Alef és az Ájn, az askenázi zsidók nem is tesznek különbséget a kettő között, mind a kettő az or. Csak lehet or, Alefal az fény, or, Ájnal az bőr. A szefárdi zsidók tesznek egy különbséget, Alef az egy sima A, és az Ájn az egy ilyen mély torok hang A. A és A. Mindenképpen azt mondja itt a Zohár, az örökkévaló elcserélte. Kotnot or, ami eddig egy aleföl volt írva az or, és az pedig egy fényruha, az isteni fényből volt egy ruha, ami körülvette őket, azt pedig az örökkévaló most elvette az or, az isteni fény eljött, és helyette jött or, ájnal,
egy börkönt. És ami azt jelenti, az Erikol elcserélte a spirituális, a szent ruhát egy fizikai ruhára. Érdekes, hogy itt legalább nincs utalva erre. Van egy midrás. A midrás azt mondja, hogy Rabbi Meir tórájában, olvastak a Rabbi Meir tórájából, és valami hihetetlen dolgot találtak. Az volt írva, az örökkor készített nekik fény ruhát. Azt jelenti, or elephant. De valójában ez nem nincs helyesen írva, azt kell írni, hogy legyen ayin. Mi azt jelenti, hogy az alef és az ayin felcserülődik. Mert az eredeti ruha az egy fény, isteni fényből álló ruha volt, azt a vétek után ez az Isten elcserélte egy sima bőr ruhára, egy sima bőrköntösre. Ez a fény, az isteni fény ruha, ami rajtuk volt, ez olyan fény, amit az angyalak élvezik. Mert amikor nekik megvolt ez az isteni fény, körülvette őket az isteni fény, akkor az angyalak lejöttek, eljöttek Ádámhoz és Évához élvezni ezt a különleges isteni fényt. Ami azt jelenti, hogy ez egy magasabb fény volt, mint az angyalaknak a szintje. Ez a magasabb szint volt. És ők jöttek élvezni ezt a szintet. Még egy magyarázat szerint, amikor az angyalok eljöttek, és állandóan eljöttek Ádámhoz és Évához, akkor ezáltal hozzáférésük volt, idézőjelben Ádámnak és Évának volt hozzáférés az angyalok, és tudtak az angyalokat felhasználni és küldeni, felhasználni mindenféle küldetésekre. De a vétek után ez az örökkel elvette tőlük ezt. Ez kapcsolódik ahhoz, ami írva van a Zsoltára könyvében 8:6, Vatte chaszreju me atme elokim, ve chavod ve hadarta atreju. Ott beszél a Zsoltáros királyot beszél Ádámról, és azt mondja, az Ádámnak csak egy kicsit hiányzott. Egy kicsit alacsonyabb szint volt, mint az angyalak, de te kidíszítettel őket tisztelettel és szépséggel. Most, egyszerű jelentés ennek a szövegnek, hogy az embernek meg lett adva az a hihetetlen ajándék, hogy tud beszélni, kifejteni magát, gondolatokat átadni, stb. A Zohar azt mondja, mi az, amivel az örökkévaló kidíszítette Ádámat, az pedig a fent említett különleges isteni fénye. De most, hogy vétkeztek, akkor ez a or alefe, az a fény ruha megszűnt, és helyette kaptak bőrköntest, ami ez csak egy ruha a testnek, az emberi bőrének, de nem a léleknek. Most. Mondja a Zohar tovább. Most pedig meg kell fejteni a Káin és Ábelnak a történetet, ezt ismerünk a Bibliából, hogy miután vétkeztek, akkor az van írva, hogy aztán két gyerekük született, Káin és Ábel. Aztán Káin megölte az Ábelt, és aztán később megszületett a Sét. Még egy további részlet, hogy a Sétnak a leszármazottja volt a Noé, ami azt jelenti, Ábel meghalt, de Káinnak a leszármazatjai is meghaltak, és kimaradt életben Sétnak a leszármazatja, az pedig a Noé. Most mi történt itt? Miért először születtek két gyerek, Káin és Ábel, és később még a harmadik gyerek? Miért kellett meghalnia az Ábelnek? Miért halt meg az összes Káinnak a leszármazatja?
Szóval itt a Zohar szeret egy kis rendet rakni, a kicsit megadja nekünk a belső titkos magyarázatot. Mondja a Zohar. Miután vétkeztek, miután Ádám és Éva vétkezett ebben a tiltott fából, és már sokkal alacsonyabb szintre estek, akkor megszületett az első gyerekük, a Káin. Ő pedig a tisztatalanságnak az erejéből származik. Mert úgy kell átvitt értelembe elképzelni, hogy Évának két ereje lett. Először volt neki a kígyónak a tisztatalansága, az volt benne, aztán pedig Ádám hált vele, és aztán teherbe esett. És akkor az arra úgy mondja, mint a teherbe esett volna két erőből, Ádámból és a kígyó tisztatalanságából. Ha két gyerek született, azt mondja a Zohar, akkor a két gyerek született, akkor 50-50%. Két erőből születek, és két gyerek lett belőle. Azt mondja az akkor úgy kell elképzelni, a Káin, az pedig a kígyónak a tisztatalanságához tartozik, és Ábel pedig a szentséghez tartozik, Ádámhoz, akit az Isten teremtett. És ahogy kijöttek, mindenki más irányba ment. Káin a tisztatalansághoz, Ábel pedig ő pedig az Ádámhoz tartozik, ez pedig és mind a ketten úgy viselkedtek, ahogy, azt jelenti, Káin úgy viselkedik, ahogy a tisztatalanságnak viselkednie kell, és Ábel pedig úgy viselkedett, ahogy a szentségnek viselkednie kell. Ez lett az, azt is lehet látni, hogy Káin képes volt megölni a testvéret. Miért? Mert a Káin az a sátán, a tisztatalanság, a kígyó, nak a tisztatalanságához tartozik. Mondja az Zohar tovább. A Káinból, aki a tisztatalanság oldalához tartozik, őtől származnak minden rossz erő, ami van a világban. A varázslás, ez mind a Káin oldalához származik. Az Ábel oldalához származik minden kegyelem és jó dolog van a világban. De azt mondja, de Ábel se volt tökéletes. Miért nem volt Ábel tökéletes? Azt mondja, úgy kell elképzelni, az Ábel az olyan, mint jó bor és rossz bor, ami össze van keverve. Mert akkor született az Ábel Ádámtól, amikor Ádám még nem tért meg, ami azt jelenti, hogy Ádám se volt tökéletesen szent. Mindig úgy képzelünk el, hogy a tisztátalanságnak az ereje azt Éva kapta meg. Mert lényegében a kígyó beszélte rá az Évát a vétekre, az Éva rábeszélte az Ádámot. És ezért azt mondjuk, hogy az Éva megkapta a tisztatalanságnak a nagyobb részét, de Ádám sem volt tökéletes, mert lényegében ő vétkezett. A gyerek megszületett, beszélünk most az Ábelről, aki elvileg szent, de ő sem tökéletes, mert az apja még nem tért meg itt. Még nem tért meg itt. És ezért az Ábel sem tökéletes, ezért mi történt? Ábelnek meg kellett halnia,
közben Ádám megtért, az van írva, hogy 130 évi, és már tanultunk korábban egy jó pár héttel ezelőtt, hogy Ádám külön élt a feleséget a 130 évig, azt, ez idő alatt sikerült kiadni magából az összes tisztátalanságot, ő megtért, az van írva, hogy bőtölt és minden, és megtért, aztán újra élt az Évával, és megszületett a sétne. Most már tel is, akkor az Ábelnak a lelke visszajött sétben, de miközben sét, az még jó és rossz bor keverve, ez egyébként a Zoárnak a hasonlata, aztán, amikor visszajött sétben, az már a megtérés után, és minden, akkor már csak a jó jött vissza benne, ez pedig teljesen a szeretet, a szeretet oldaláról van. És innen származik az összes cádik, ami van a világban. Káinból pedig származik az összes szemtelen és gonosz és vétkes ember. Erre az egyik kommentátor azt mondja, várjunk, ha azt mondjuk, hogy Káinnak a leszármazottjai meghalt mind, akkor hogy van, hogy a mai világban van vétkes ember? Erre azt mondja, hogy végső soron Noénak is, és gyerekeinek mind volt felesége. És elképzelhető, mondja, hogy a feleségük az a Káin oldalából volt. Apai ágon számít minden, erre úgy mondjuk, hogy mintha Káinnak a leszármazottjai mind meghalt, de mégse halt meg mind, mert lényegében Noénak a három gyerekének volt felesége is, és így maradt vétkes ember is. A világban minden vétkes ember az Káinból származik, mert ő a tisztátalan oldalához tartozik, minden cadik és jámbor ember, minden cadik és jámbor ember, az pedig a korábbi Ábel, a mostani sét oldalához tartozik, a jó oldalához. Folytatja a Zohar. Amikor megértjük itt az egész Káin és Ábelnak a története, hogy Káin megölt az Ábelt, Ábel később, 130 évvel később megszületett a sét az lényegében az Ábelnak egy javított verziója, hogy már nincs benne rossz bor, csak csupa jó bor, innen származik a Noé, innen származik Ábrahám, Izsák és Jákob, összes szádik innen származik. Mondja a Zoár tovább. Ugye azt olvasunk, hogy az örökkévaló nagyon keményen szólt a Káinnak, és a Káin félt. Miről van szó itt? Mondja az Zohar. Azt mondta Rabbi Elazar, abban az időben, miután Káin vétkezett, és az örökkévaló nagyon keményen szólt neki, erre akkor Káin nagyon félt. Mitől félt? Mert azt mondja, mert láttad, természetesen ilyen spirituálisan látta, hogy két tábor angyal, akik két tábor felfegyverkezett angyal, akik harcolnak egymással, ez pedig Káinnak az angyalai, Káinnak a rossz angyalai harcoltak a Ábelnak a jó angyalaival, és ezek Ábelnak az angyalai akartak megölni a Káint. Káin ekkor, amikor látta, hogy az örökkévaló milyen nagy vétek volt ez, akkor megtért. Mit olvasunk, amikor megtért? 4. fejezet 14-ben azt olvasunk, hogy ime elűztél ma a föld színéről, és színed elől el kell rétöznöm. Ezt mondja a Káin az örökkévalónak. Szó szerint a Héberben umipanecha eszatér.
és színed elől el kell rétőznem. Kérdezi a Zohar, mit jelent elrétőzködni az Istentől? Tényleg ezt komolyan gondolta? Erre azt mondja a Zohar, nem, Káin nagyon félt, hogy ő is, hogy ő meg fog halni. Szó szerint úgy mondja a Zohar, ő félt, hogy a saját építménye és le lesz rombolva, azt jelenti, hogy ő is meg fog halni. És erre Rabbi Abba magyarázta. Erre azt mondja, amikor azt mondjuk, hogy az arcanak az elrétőzködése, ezt nem kell szó szerint elrétőzködni, ez mit jelent? Nem szó szerint kell ezt érteni, hanem ezt úgy kell érteni, hogy olvasunk a Zsoltárok könyvében 22/25, az van írva, Vlohisztir panavmi menő, hogy az örökkévaló nem rétőzte el az arcát tőle, ami azt jelenti, az örökkévaló nem az isteni gondviselés nem fordult el a szegénytől. Illetve van egy másik kifejezés, hol írva van, ez pedig a Mózes kapcsán, ez pedig Mózes kapcsán, Mózes második könyvében, erre azt, mikor Mózes látta a csipkebokor, az van írva, hogy Jasztér Mose Panav, Mose eltakarta az arcát, elrétözte az arcát. Most Mózes se úgy gondolt, hogy elrétözte az arcát, az őrök, nem fogja őt látni. Hanem akkor hogy kell ezt érteni? Úgy kell érteni lényegében, ez csak egy kifejezés, itt nem a rétözködésről van szó. Akkor ezt hogy kell érteni? Erre azt mondja, itt a Káin kapcsán, azt mondja, ha most ilyen keményen bánsz velem, akkor én el leszek rétőzkedve a te arcattól, vagyis az isteni gondviseléstől el leszek, az Isten el fogja kerülni, az isteni gondviselés el fog kerülni engem, és ha el fog kerülni engem, akkor ahogy olvasunk a folytatásban, Vájá kolmóci járgéni. És hogy megeshetik, hogy megöl majd, aki rám talál. Mert az Isten el fogja venni, el fog fordulni az arcát. Arcát azt jelenti a gondviseléstől. Nem arról van szó, hogy Káin fog próbálni elkerülni az Istent, elrétőzködni az Istentől, szó se lehet róla. Káin félt, hogy el lesz rétőzködve az Istentől, mert az isteni gondviselés el fogja kerülni, mert az ember vétkezik, akkor elképzelheted az Isten enged, hogy történjenek vele rossz dolgok. Erre mi volt a megoldás? Erre az van írva a következő versben, a 15-ös versben, és jelt tett az örökkévaló Káinra, hogy ne üsse agyon senki, aki rátalál. Mi az a jel? Milyen jelről van szó itt? Erre azt mondja az Zohar, milyen jel ez? Erre azt mondja, az egyik a 22 tórai betűből, és ez pedig az örökkévaló rátette Káinra, és ez legyen a védelem. A tóra az a szentsége. Minden betű a tórából, ahogy tanultuk ezt már sokszor, minden betű képvisel bizonyos isteni fényt, isteni erőt. És az örökkévaló rátett az egyik betűt a Káinra, ami azt jelenti, az örökkévaló megvédte őt, és az isteni gondviselés nem fogja elkerülni a Káin. Miért tette ezt az örökkévaló? Mert Káin elismerte a vétkét, és megtérni akart. No. Örülök, hogy sikerült ezt a témát egy kicsit ilyen átbeszélni. Szóval hihetetlen, szóval mindenképpen, amit az egészből le kell vonni, minden egyes cselekedet,
amit az ember tesz, ha ez egy rossz cselekedet, akkor ez olyan rombolást okoz, hiába az ember nem látja rögtön, az ember eszik valamit, amit nem kóser, egy étel, az ember egy valamit tesz szombaton, amit nem szabad. Házas életet él, amikor nem szabad. Ez csak mindig egy pillanat, egy cselekedet. Ennek a következménye az hihetetlen, de az ember megtér, az örökkévaló helyre állja a dolgokat. Köszönöm a figyelmet, majd folytatjuk Isten segítségével holnap este a haszi történetekkel, szerdán este a kérdezd a rabbidal, és csütörtökön pedig a téma a heti szakasz kapcsán. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!